Ezelőtt 3 nappal Bukarestben egy férj lelőtte, meggyilkolta a feleségét munkahelyén. Vasárnap Maros megyében, Erkeden halálra vert élettársa egy nőt. Marosvásárhelyen január 22-én egy férj halálosan meglőtte élettársát, szintén munkahelyén. Azt a nőt, akit 2,5 éves gyermeke várt haza. Tisztelt hölgyeim és uraim! Annyi erőszakkal szembesülünk nap mint nap, hogy lassan életünk részévé válik. Itt meglőnek egy nőt, a szomszédban brutálisan megvernek egy anyát, 2 utcával tovább megerőszakolnak egy gyermeket, néhány országgal tovább pedig tömegbe hajt egy öngyilkos merénylő. Minden napunk része, nem? Lassan fel sem kapjuk a fejünket, már megszokottá válik, nincs hírértéke. Amennyiben ismerjük az áldozatot, vagy valakit, akit mi ismerünk és kapcsolatban állt vele, megborzongunk, felfigyelünk, de tovább lépünk, mondván, hogy nem a mi dolgunk. Minket ez nem érhet el. De kérdem én, magánügy az, hogy a lányaink, anyáink, nagymamáink veszélyben vannak? Ülhetünk-e zsebredugott kezzel, ha egy olyan országban neveljük fel gyermekeinket, ahol elfogadott a családon belüli erőszak? Amennyiben nem kezdünk semmit ezzel a helyzettel, a családjainktól elrabolt időt jelent a mai nap is. Semmiskedést. Mert nem csak azért gyűltünk össze, hogy találkozzunk, hogy viszontlássuk egymást, hanem azért is, hogy döntéseket, stratégiákat, megoldásokat dolgozzunk ki és fogadjunk el. Csak így van értelme. Mert miután Romániában minden 30. másodpercben megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente pedig több mint 200 nő halálos áldozata a családon belüli erőszaknak, nem maradhatunk tétlenek. Mivel az állam által kiállt megoldások nem elegendőek, nem nyújtanak sem azonnali, sem hosszú távú megoldást, biztonságot és perspektívát az áldozatoknak, ezért olyan törvénymódosítási csomagon dolgozunk a parlamentben, amely például előírja a bántalmazó azonnali távoltartását, illetve szigorítja az elkövető büntetését. Az is lehet, hogy számos tragédia megakadályozható lett volna, hogyha ezek a törvények időben változtak volna. De a nők elleni erőszaknak a visszaszorítása nem csak a nők ügye, hanem a férfiaké is. Az egész közösségé. Mentalitásváltásra van szükség a romániai társadalom minden szintjén. Az RMDS kongresszusa példát mutatva kiáll a nők elleni erőszak elleni mozgalom mellett. Ezt tartalmazza a nőszervezet által elfogadásra javasolt kongresszusi dokumentum. A kongresszusi küldöttek feladata, és merem azt mondani, hogy felelőssége, hogy fellépjenek a környezetükben az agresszió ellen, és támogassák az ügyben évek óta tevékenykedő civil szervezeteket. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a probléma megoldása nem egyik napról a másikra fog történni. De lépnünk kell, hisz minden áldozat számít. A bántalmazásoknak kitett nőknek minden nap, minden óra, minden perc számít. Bízom abban, hogy önökben partnerre találunk ebben a küzdelemben. Bízom abban, hogy a mai nap, ahogy a tegnapi, tegnap előtti, és a mögöttünk álló komoly és kemény munkával eltöltött idő sem családtól elrabolt idő, hanem az összefogás, a megoldások és a tettek ideje. Nem hátrálunk meg. Köszönöm, hogy elmondhattam.